2022. január 22-én nyílt meg a ház. Még építkeztünk intézmény oldalról, tehát ezt egyszerre kellett ezt a folyamatot vinni, hogy bővült a csapat, egyre többen lettünk, és közben meg folyamatosan programok voltak a házban. 700 program, tehát azért az nem kis szám. Amikor terveztük a házat, akkor olyasmit mondtunk, hogy ha egy évben eljönnek 150-200 ezerben már jó. És hát ugye most ott tartunk, hogy 800 ezer fölött van a látogatóknak a száma. Ez nagyon sok mindenből tevődik össze. A háznak a különlegessége, hogy a Városligetben van, természetben van, és ez a hangulat zeneházás közönségé varázsolja mindazokat, akik azokon az estéken megjelennek. De szerepet játszik az is, hogy itt olyan innovációk vannak a kiállítótérben, mi állandó kiállítás, zenetőteti kiállítás, hangdom, stb., hogy az érdeklődés nagyon sok rétegre nyúlik ki. Más intézmények is természetesen foglalkoznak zenepedagógiával, de a Zeneházának tényleg a küldetésének az egyik központi gondolata az ismeretterjesztés mindenféle korosztálynak. Minden szempontból nagyon fontos volt, hogy bekapcsolódjunk a budapesti-magyarországi zenei életbe. Nagyon sok együttműködés van a különböző kulturális intézetekkel, illetve oktatási intézményekkel. A MOMI-val egyre több szinten működünk együtt. Az ő szerkesztői és szervezői gyakorlatuk részeként megvalósult az Intermezzo Fesztivál. Nekem meghatározó koncertélmény volt Sam Lee koncertje, mert én eleve nagyon szerettem, amikor énekes, dalszerzők nem csak hogy létrehoznak valami egyedit és újat, hanem utána ők ezt adott esetben teljesen egyedül eljátszák a színpadon, és ez mindig egy nagyon nagy munka. Nagyon fontos volt nekem, hogy a december elején a Jónás Vera Experiment koncertje előtt lépett föl a Szuperár, amely hátrányos helyzetű gyerekeket segít a zenén keresztül. Főleg a népi gyökerű vagy tradicionális koncertek voltak a legérdekesebbek, mert ott létrejött valami olyasmi a zenész és a közönség között, ami a zenének ezt az ősi társadalmat vagy közösséget összefogó gesztusát mutatta meg. És az egyik ilyen nagyon nagy élmény a gánai társaság volt. 2 perc alatt olyan hangulat volt, hogy az emberek, mintha elektromos áram érte volna őket. Az állandó kiállítás egyik fő attrakció a zeneházában. Itt az volt a nagy feladat, hogy hogyan lehet egy olyan kiállítást összehozni, ami a magyar zene történetével foglalkozik, úgy, hogy közben mégsem lehet anélkül, hogy egyetemes, illetve európai zenetörténettel ne foglalkoznánk. Még nehezebb feladatnak ígérkezett az elmúlt időben az időszaki kiállítást összehozzuk. Ez a könnyű zene történetével foglalkozik a Kádár korszakban. Ez valójában egy társadalom történeti kiállítás zenei fókusszal. Ez nyílik a Kultúra napján január 22-én. Lesz Johann Sebastian Bachnak a egyik emblematikus műve, ugye a János Passió, itt a nagy termünkben, és azokat a részeket, amiket a kórus énekel, azokat a közönség fogja énekelni. Egy közösségi élmény lesz egy olyan darabból, amit amúgy manapság már csak mindenki némán és áhítattal hallgat. Amikor először az építész Su Fujimoto itt járt a zeneháza területén, akkor egy elképesztő hatalmas jégeső szakadt ránk, és akkor amikor megérkeztünk, egy kicsit elgondolkodtam azon, hogy jó úton járunk-e, hogyha mennydörgés fogad minket, és aztán Fujimoto nagyon komolyan is vette ezt a munkát. És gyakorlatilag az a hármasság, ami itt van, a zene, minden másfajta művészet és a környezet alkotta meg nála magát az épületet. A
természetre utaló formavilágban, ebben a gombak alapjában fölöttünk található, ebben helyezte el a zenepedagógiát, mint egyfajta ilyen kiemelt szerepet. A földszint az előadó művészeté, ahol be tudjuk mutatni azt, amiről ma a zene szól, és kicsit a föld alatt a múlt kapott helyet, hogy megmutassuk, hogy mennyi mindent alkotott a zene az elmúlt évszázadok során. És ezt egy gyönyörű lépcsővel kötötte össze, tehát ez a hármasság szépen leképeződik a ház struktúrájában is. Ilyen típusú kulturális intézményeké a jövő, amelyek sokakhoz szólnak, és valami olyasmit adnak, amit a mobiltelefonomról vagy a laptopomról nem tudok letölteni. Reméljük, hogy jövőre is találkozunk itt ezen a csodálatos helyen. Most minden esetre jó pihenést és boldog karácsonyt mindenkinek! Boldog karácsonyt!